Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkeszőveik, és a háborúk hírei exkluzív című rovatunk, amelyben neves szakemberek tényfeltár újságírók tanulmányait és geopolitikai témájú cikkeit szemlézzük. Mai adásunkban három magyar szerző figyelemre méltó írását válogattuk. Robert C. Kastel a nyugati civilizáció biztonsági próbáiról írt. Bérce Zsolt egy váratlan kijevi hatalomváltás lehetőségét elemezte. Még Fritz Tamás egy lopakodó brüsszeli alkotmányos pucs veszélyére hívja fel a figyelmet. Ezek következnek most. A geopolitikai hamupipőke és a gyermetegek keresztes hadjárata. Ez a címe Robert C. Castell legutóbbi Facebook kommentárjának. Manapság újra hallani a vietnámi háború primitív dominó elméletének reciklálását Ukrajnával kapcsolatban. Legtöbbször persze primitív dominó elmék szájából. Ha Ukrajna elbukik, elbukik Európa. Ha elbukik Európa, elbukik az Egyesült Államok és vele a nagybetűvel írt nyugati civilizáció. Tegyük fel, hogy mindez igaz annak ellenére, hogy a tétel levezetését még sohasem volt alkalmam az első sorból végignézni. De ha ez igaz, akkor itt a bűnös hanyagság, a perelhető geopolitikai műhiba esete forog fenn. Ha valóban Ukrajna képezi a nyugat nemzetbiztonságának az alapját, akkor miért csak most akarunk NATO csapatokat odaküldeni homeopátiás adagolásban kozák riogatónak? Miért nem parkoltunk le 2022 új évnapján több százezer nyugati katonát Ukrajna keleti határán? Miért nem fenyegettük meg Oroszországot egy globális atomháborúval, amikor az első orosz katona Ukrán földre lépett? Elvégre a nyugati civilizáció biztonságának az alapkövéről van szó. Egy 2022-es cikkemben kielemeztem, hogy miért. Azért, mert a globális geopolitikai erőegyensúly szempontjából Ukrajna sohasem rendelkezett semmilyen inherens fontossággal. Ez nem az én magánvéleményem, véleményem, hanem az egymást követő amerikai elnökök látták így a saktáblát 1991-től a jelenlegi háború kitöréséig. Ez alatt a közel egyharmad évszázad alatt csupán 11 olyan év volt, amikor az elnökök éves nemzetbiztonsági stratégiai tervében Egyáltalán megjelent az Ukrajna szó. A 11-ből 7 alkalommal a szovjet utódállamok nukleáris és egyéb hagyatékával kapcsolatban 1993 és 2000 között. Ha ezt a problémát kivesszük a csomagból, akkor Ukrajna geopolitikai fontossága az egymást követő amerikai elnökök szemében Burkina Fázó fontosságával kerül paritásba. Ne felejtsük el, hogy a sajnálatos kelet-európai surlódások kezdetekor Obama elnök még fegyvert sem volt hajlandó átadni Ukrajnának, csak hálózsákokat, matyóbabát és ostornyelet. Hogy hogyan lett, mint egy varázsütésre, a geopolitikai hamupipőkéből először vállalkozói aranybánya, és közvetlenül ezután a gyermetegek keresztes hadjáratának az új Jeruzsáleme, azzal majd máskor foglalkozunk, zárja bejegyzését Robert C. Kastel. Bekövetkezhet-e egy fekete hattyú jelenség Kijevben, teszi fel a kérdés Bérszer Zsolt a moszkvatér.com oldalán megjelent írásában. A fekete hattyú kifejezés Juvenális ókori költő író hatodik szatirájában lévő versorból ered. Mivel úgy gondolták, hogy fekete hattyú nem létezik, így eredetleg a lehetetlen eseményt jelentette. Ennek magyar megfelelője a ritka, mint a fehér holló kifejezés. Azonban 1697-ben Ausztráliában járó európaiak megismerték az ott őshonos fekete hattyút így a kifejezés jelentés módosuláson ment keresztül, ritka, előre nem látott, ám jelentős esemény értelmezéssel. A korábban ritkán használt kifejezés az angol száz világban új erőre kapott Nassim Nikonas Taleb, libanoni amerikai közgazdasági eszéista 2001-ben megjelent Fooled by Randomness című nagy sikerű könyvéből, amelyben a kifejezést már gyakran használta majd a 2007-es, már a The Black Swan, vagyis Fekete Hattyú címet viselő könyvétől kezdődően elég gyakorivá is vált. Jelenleg a Fekete Hattyú jelenség a szokatlan, váratlan és ritka eseményeket vagy jelenségeket írja le, amelyeknek jelentős hatása lehet az adott területre. Az elmélet lényege, hogy a jövőbeni eseményekre történő előrejelzés csak korlátozottan lehetséges, mivel léteznek olyan tényezők, amelyeket nem lehet előre megjósolni, és amelyek jelentősen befolyásolhatják az adott területet. Volodymyr Zelenszky elnöki mandátuma elvileg 2024. május 20-án hivatalosan lejár, bár a választások kérdése Ukrajnában már 2023 őszén is sok vitát váltott ki, ám elég hamar úgy tűnt, hogy a kérdés eldőlt, és a háború miatt az elnök mandátuma meghosszabbodik. Az elnöki csapat alapvetően a háború közben nem váltunk Atamánt régi kozák igazsággal érvelt. A kérdés azonban február végén ismét előkerült. Talán nem véletlenül a vívka váratlanul gyors elestétől, a több fronton azóta is látható orosz előrenyomulástól, amelyek gyengítik a hadsereg moráját, illetve a tábornoki karban azt megelőzően végrehajtott söprögetés nem éppen kedvező társadalmi fogadtatásától. A Bankova az elnöki mandátum ismételt előkerülésének kérdését látható idegességgel fogadta, és azonnal orosz narratívának állította be. Sőt, rövidesen azzal álltak elő, hogy az orosz titkos titkosszolgálat Maidan három néven pucsot készít elő. Megjegyzendő, hogy az elnöki csapat részéről a majdan említése éppen az áthallásai miatt elég furcsa. Egyrészt ugyanis utalhat arra, hogy az elnökkel szemben jelentős társadalmi elégedetlenség lenne. Másrészt a majdan kettő eddig kétségbesetten tagadott pucs vonatkozásaira utal. Kommunikáció szempontból mindkét áthallás szerencsétlen zelenszkijék részére, de hát éppen ők hozták elő a majdan három kifejezést szelidebb változatban előjött, hogy esetleg Petro Poroshenko hívei kívánnak borsot törni Zelenszky orra alá. Az ukrán belpolitikáról tudni kell, hogy Zelenszky és Poroshenko a 2019-es elnökválasztási kampány óta nem egyszerűen politikai ellenfelek, hanem személyes ellenszemvel viseltetnek egymás iránt. Lehetetlen megmondani, hogy az elnöki mandátum kérdése miként végződik. Különösen, mivel korábban már úgy tűnt, hogy vége eldőlt, és a kérdés Zelenszkijék változatlanul eldöntöttnek kívánják beállítani. De egy felmerült szenárió szerint a Verhovna Rada et fog erről a kérdésről mégis szavazni. Más elképzelés szerint az elnöki mandátum kérdése az ukrán alkotmánybíróság elé kerülne. Ezen elképzelés arra alapoz, hogy az Alkotmánybíróság regnáló tagjai között többségben vannak a még Poroshenko által kinevezett bírák. Bár közel sem biztos, hogy a bírák véleménye a kinevező személye szerint dőlne el, de a teóriát végigvezetve Zelenszkijnek ez esetben le kellene mondania elnöki mandátumáról, és azt át kellene adnia Rada elnökének, aki az ukrán alkotmány szerint a regnáló államfő távollétében elnökként látja el a szerepét. Az esetleges elnökváltás jelentőségét nem lehet alábecsülni sem az ukrán belpolitikát, sem a külpolitikát, sőt ezen keresztül a világpolitikát illetően sem. A rada elnöke az a Ruszlán Stefáncsuk, akiről az átlag magyar olvasó igen keveset hallott, ha hallott egyáltalán. Úgyhogy következik Ruszlán Stefáncsuk rövid politikai portréja. Stefáncsuk 1975-ben született a nyugat-ukrajnai Tarnopol városában. Jogi tanulmányokat végzett, majd Műszaki Egyetemen ter termelés-menedzsment szakon szerzett másoddiplomát. A felsőfogú tanulmányokat követően ténylegesen különféle jogi állásokban helyezkedett el. Volodymyr Zelenszkijel 1996-ban barátkozott össze a KVN nevű televíziós műsoros vetélkedő során. Jó pár évig barátok maradtak, ám utána az élet elsodorta őket egymás mellől. Stefán Csuk 2016-ban Petro Poroshenko elnöksége alatt Szepán Kubiv gazdaságfejlesztési miniszter tanácsadója lett. Stefán Csuk és Zelenszky azonban 2018 márciusában ismét találkoztak, és Stefán Csuk rövidesen lemondott tanácsadói posztjáról, hogy a leendő elnök választási programjának kidolgozásában az ideológiai társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozó részben tevékenykedjen. A sikeres elnökválasztást követően Stefán csak a 2019-es nyári parlamenti választásoknál a második helyet szerezte meg az elnököt támogató népszolgája párt listáján. Az első helyre Mitro Razumkov került, aki a belügyi program pontokért felelt a leendő elnökválasztási programjában. A parlamenti választást követően elsőprő többséggel Razmukovot választották a Verhovna Rada házelnökévé. Viszont Rusznán Stefáncsuk volt az, aki elnöki megbízottként kezébe vette a parlamenti bizottságban a törvényi koordinációt, és egyik híve volt a törvények gyors, turborendszernek elnevezett felülvizsgálatának. Rövidesen nyilvánosan össze is veszett a megfontoltabb törvénykezést elképzelő Razumkovval, mert utóbbi nem vett napirendre számos tervezetet, amelyekhez a népszolgája frakció ragaszkodott. Razumkov sok más kérdésben is önálló politikai karizmát mutatott, Zelenszkijel is összeveszett. Végül 2021. október 7-én leváltották a Rada elnöki székéből. Másnap Ruszlán Stefán Csukot megválasztották a parlament új elnökévé. Házelnökként az előzetes várakozásokat visszaigazolva továbbra is az elnök hű hadnagyaként szerepelt, különösebb politikai arcért nem mutatott. Igaz, nem is nagyon volt erre módja, hiszen rövidesen megindult az orosz invázió. Ennek során Stefáncsuk végig Zelenszky irányvonalát hülyen követőnek mutatkozott. Így ha Netán a sors szeszélye folytán ismét felfelebukna, és a Rada elnökéből államfővé javanzsálna, az talán a személyes baráti kapcsolat folytán is Zelenszky részére is elfogadható kimenet lehet. Viszont arra is lehetőség van e szövevényes szenárió részeként, hogy akár a parlamenti elnököt is leválthatják, ahogyan az megtörtént Razumkov-Stefáncsuk cserekeretében jelenleg nem felmérhető, hogy az ukrán elnöki mandátum kérdése miként fog rendeződni. Zelenszkij május 20-a után is elnök marad el? Jelenleg inkább ez a valószínű. De a teljességgel ki nem zárható elnökváltás esetére az ukrán belpolitikát illetően egy régi kínai bölcsességet idéznék, miszerint az új császárnak új mandarinok kellenek. A külpolitikát illetően azt említeném meg, hogy ekkor az új elnökös Stefáncsuknak hívnák valószínűleg, és így nem köti a Zelenszkij nevéhez fűződő pékek képlet. Minden esetre Volodimir Zelenszkij esetleges kényszerű, bár alkotmányba illő lemondása vagy lemondatása, és az eddig azért az ukrán politika másodvonalába tartozó Ruszlán Stefáncsuk nevének felbukkanása a belpolitikai viszályok éleződésére utal. Másrészt azért azt is mutatja, hogy nem csak katonai úton rendezhető az orosz-ukrán konfliktus, így talán külső részvevők is örülnének, hanem is publikusan egy ilyen váltásnak. Zárja cikk Bérces Zsolt a moszkvatér.com-on. A felszín alatt Brüsszelben titkos tárgyalások folynak az uniós alapszerződések egyoldalú módosításáról, írja Fritz Tamás a Magyar Nemzetben megjelent elemzésében. Közelednek a 2024-es európai parlamenti választások. A tét talán mindennél nagyobb. Valójában arról döntenek Európa szavazó polgárai, hogy az Unióból egy föderális, birodalmi jellegű Európai Egyesült Államok lesz, amelyben minden irányítás Brüsszel kezébe kerül, vagy pedig létrejön egy új, erős és szuverén nemzetállamokra épülő nemzetközi együttműködés, amelynek akár a neve is megváltozhat. Visszatérhetnénk például az Európai Gazdasági Közösség elnevezéshez. És bár még bő három hónap van a szavazásig, június 6-a és 9-e között járulunk az urnákhoz, Azért már készültek felmérések, közvéleménykutatások, például a politikó vagy a külkapcsolatok európai tanácsa részéről. Ezekből nagyjából azt lehetett megtudni, hogy minden valószínűséggel továbbra is az európai néppárt és a szocialisták végeznek az első két helyen. A liberálisok és a zöldek valamelyest visszaesnek, és az Identitás és Demokrácia frakciónak esélye van arra, hogy megelőzze a liberálisokat. Erre talán a konzervatívok és demokraták frakciójának is van esélye, azonban arra reális kiáltás nincs, hogy a szuverenisták egy két csoportja többséget szerezzen a parlamentben. Ez, ha csak nem történik valami gigászi fordulat a következő három hónapban, reális forgatókönyvnek látszik, mondhatnánk, sajnos. De ezzel kell számolni, és nem pedig álmodozni valamilyen csodálatos áttörésen aminek döntően az az oka, hogy a nyugat-európai választók jelentős része már átesett azon az agymosáson, amely alapján egyszerűen elhiszik a progresszív, globalista fősodor szövegeit, legyen szó az orosz-ukrán háborúról, a gender kérdésekről, az oltásokkal kapcsolatos visszaélésekről, a migráció támogatásáról, a klíma ideológiáról, vagy legyen szó a kereszténység jelentőségéről, pontosabban számukra jelentéktelenségéről és még sorolhatnám tovább. Ezzel számot kell vetnünk, mielőtt hiú ábrándokba hajszolnánk bele magunkat, és túl merész álmokat szövegetnénk, ami a jelenlegi kilátások szerint a legjobb forgatókönyv nekünk, szuverenistáknak, az az, hogy annyira megerősödik ez az oldal, hogy alkalmanként képes blokkoló kisebbséget létrehozni a parlamentben, persze annak függvényében, hogy éppen milyen típusú, kétharmados vagy egyszerű többségi szavazások lesznek. Azt pedig már most megjósolhatjuk, hogy a bal liberális fősodor minden esetben arra fog törekedni, természetesen jogellenesen, de ez már régen nem szempont náluk, hogy az egyszerű többség érvényesüljön, ami által elérhetik a számukra kedvező szavazati számot. A másik dolog pedig az, hogy Ursula von der Leyen, akinek a Pfizer vezetővel való SMS-ben intézett 35 milliárd eurós vakcina vásárlása miatt már régen bíróság előtt kellene állnia, illetve rég le kellett volna mondania, most bejelentette, hogy újrázni szeretne. Elég pocsék, sőt kártékony vezetője volt az Európai Bizottságnak, talán még az isciászos Jean-Claude Junckernél is borzasztó munkát végzett az öt év során, tehát úgymond természetes, hogy folytatásra törekszik. A baj nem ez, hanem az, hogy adott esetben ez még meg is történhet. Már csak azért is, mert a néppárt ismét nyerhet, és ő ugyebár a teljesen balra tolódott néppártagja. tagja. De mi a lényeg ebből? Von der Leyennek, aki egyébként Klaus Schwabnak, a világgazdasági fórum elnökének nagy híve, egyben a WEF kuratóriumának a tagja, óriási támogatottsága van a brüsszeli és a davoszi elitben egyaránt ergo, ha az erőviszonyok lényegesen és alapjaiban nem változnak meg az Európai Parlamentben, és sajnos véletlenül nem fognak megváltozni, akkor készüljünk fel lélekben von der Leyen újrázására egy újabb borzasztó öt évre. Nemrég zajlott le egy panel beszélgetés szuverenista EP képviselők között Brüsszelben, amelyen a lengyel PIS, vagyis a jog és igazságosság tagjai, a belga érdek vett még részt. A vitában a résztvevők világossá tették, amint erről egy lengyel lap beszámolt, hogy a háttérben gőzerővel zajlik az uniós szerződések módosítására irányuló munka, de erről a széles európai közvélemény nem sokat tud, mert a fősodratú média tudatosan nem számol be ezekről. Idezem a portált. A tervek szerint Brüsszel átveszi az irányítást a korábban tagországok által kezelt területek felett. Ebbe beletartozik az oktatás, az egészségügy, a védelem, a külpolitika, a határok, az uniós országok belpolitikája, a vétójog és az euróvaluta. A tagországok esetében ezért fennáll annak a veszélye, hogy elvesztik szuverenitásukat egy európai szuperállam felépítése érdekében. Klaus Schwab, a világgazdasági fórum elnöke bejelentette a világ rendszer szintű átalakítását. Az önjelölt világ november végén érdekes interjút adott a kínai televíziónak. Két részvevőt idézek, az egyik Száriusz Wolski. Ő ezt mondta: Ez nem az Európai Unió szerződések reformja, hanem alkotmányos államcsíny a nemzetállamok szuverenitásának megszüntetésére tett kísérlet. A másik a belga Gerolf Annemans. A politikai színházal és manipulációval indokolt nagyobb centralizáció helyett a nulláról kell tárgyalnunk egy új EU szerződést, hogy helyreállítsuk a szubszidaritást és a demokráciát Európában. A vita fórum összegzésében így fogalmaztak a résztvevők: A múlt év végen az Európai Parlament egy sor reformjavaslatot terjesztett elő, amelyek tökéletesen körvonalazzák a mainstream EU hosszú távú szándékait, miközben a nyilvánosságot szándékosan homályban tartják. Ehhez még érdemes annyit hozzátenni, hogy 2023. októberében az Európai Parlament Jogi Bizottsága és Alkotmányügyi Bizottsága jelentést fogadott el, amelyben úgy érvelnek, hogy az uniós jog nemzeti joggal szembeni elsőbségének elvét kifejezetten be kell építeni az uniós szerződésekbe. Mit is jelent mindez? Nem jelent más, mint a tagállamok teljes jogi, alkotmányjogi, valamint gazdasági, kulturális alávetettségét a brüsszeli vezetésnek. Egy szuperállam létrehozását, amely még az Egyesült Államokhoz képest is sokkal centralizáltabb hatalmat adna Brüsszelnek, mert még a tengeren túron is több önálló joga van az államoknak, mint a tervek szerint a kontinensünkön lenne a nemzetállamoknak. Mindennek érdekében akarják megváltoztatni az uniós alapszerződéseket éppen ellenkező irányban, amit mi, magyarok, és talán még néhány ország elképzeltek valaha is. Ezért léptünk be 2004-ben, hogy ide az Unió? És mégis a mostani helyzet, ez a veszély már terjedelmében és tartalmában más, mint az, amikor minket és a lengyeleket kipécéztek maguknak, és folyamatosan támadtak bennünket, eleinte politikai eszközökkel, majd miután ez nem volt hatásos, jogi és pénzügyi eszközöket is bevetettek. A támadás sorozat persze ma is zajlik, és folytatódni is fog ellenünk. Lengyelországban már elérték céljukat, a kormányváltást, tehát ott már úgymond minden oké, okay, sőt ennek erősödésére is számíthatunk. De a brüsszeli és davoszi elit egy óriási lépést tett a nagy cél felé, ma már nem elég nekik, hogy minket támadjanak. Itt már a globalista világkormányzással összefüggésben azt tűzik ki célul, hogy ne pusztán minket söpörjenek le a pályáról, mert ezzel még csak azt érik el, hogy nem lesz tagállam, amely ellenállna az aktuális céljaiknak, mint például Ukrajna tökkelütött módon való támogatása, vagy a migráció támogatása most már ennél többre vágynak. A végcél a totális államlebeg a szemük előtt, amelyel minden ellenállást végleg megtörnek, mert átalakítják az egész uniót. Az viszont nem vitás, hogy abban, hogy egy csapása már az uniós szerződések átalakítására is törnek, nagy szerepünk volt, mivel például egyszer már éltünk az uniós vétóeszközével. Mi következik ebből? Itt már az összes tagállam sorsáról van szó, arról, hogy együtt megyünk a levesbe, vagy együtt állunk ellentennek, vagy legalábbis a tagállamok egy része megpróbál ellenállni a szuperföderális globalista elképzelések megvalósulásának. Amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy az unióból nem kifelé, hanem befelé kell mennünk, akkor szerintem csak arra gondolhat, hogy eszünk ágában sincs kilépni egy erős, szuverén tagállamokból álló unióból. Viszont jó magam, csak egy ilyen unióba mennék befelé. Ezzel szemben, ha a választások után mégis létrejönne akaratunk ellenére, egy szuperföderális, a tagállamok összes nemzeti jogát elvevő, szuverenitásunkat csirájában megszüntető unió, amelyben minden önállóságunkat elveszítjük külpolitikai, belpolitikai, gazdasági, adózási, oktatási, környezetvédelmi, médiabeli, honvédelmi, tudományos, mezőgazdasági, határvédelmi, egészségügyi és háborús kérdésekben tehát mindenben, ami fontos akkor személy szerint úgy látom, egy ilyen unióba nem érdemes, nem szabad befelé menni. Isten óvja a független nemzetekből álló Európát, és nem a szuperföderális uniót, zárja elemzését Fritz Tamás. Ez volt tehát a háború hírei exkluzív adása, Morvai Péter szerkesztőt hallották. Ha szeretnének új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már 61 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk, mint ahogy azt is, hogy februárban minden eddiginél többen néztek, illetve hallgattak bennünket, és összesen 2 millió 200 ezer alkalommal követték adásainkat. Szép napot kívánok, és találkozzunk legközelebb is!